Dr. Velerjakus Tamásnak hívnak, a Jobbik Magyarországért mozgalomnak, a Zala 2. számú választókerületének vagyok az országgyűlési képviselőjelöltje. Keszthelyen élek, immáron 10 éve. Jogászként végeztem, de előtte az államigazgatási főiskolán és diplomát szereztem. Feleségemmel együtt összesen 5 gyermeket nevelünk, amiből már 4 ők már egyetemisták, a legkisebbik pedig második osztályos tanuló. Feleségem az Evangélikus Egyháznál a nyugat-magyarországi nevelőszülői hálózatot szervezi, és egyébként a végzettsége pedig teológus, doklevele szociológus, és hitoktatóként is dolgozik jelenleg. A választókerületben immáron 10 éve élek, Győrbe születtem eredetileg, és ugye ide házasodtam, és hát azóta is, mint így kívülállóként, egy kicsikét másképpen látom magát a választókerületet. A mai sajtótájékoztatónak az adta meg az apropóját, hogy az elmúlt napokban az országos médiában a jelenlegi kormánynak a legújabb propaganda csomagja jelent meg, ugye ez a Stop Soros elnevezéssel alkotott törvény tervezett csomag, és ez az a téma, ami miatt úgy gondoltuk, hogy mindenképpen szükséges a választókerületben élőknek a egy kicsit a másik oldalról történő tájékoztatása, ugyanis ebbe a Stop Soros elnevezési törvényjavaslatban azt mondja a kormány, illetve a Fidesz-KDNP, hogy meg szeretnék védeni a lakosságot, illetve a választókerületben lévő településeket. Ezzel kapcsolatosan tartott az elmúlt napokban a itteni országgyűlési képviselő sajtótájékoztatót, amely törvénycsomag azt tartalmazza, hogy az illegális migrációt szervező irodák, a civil szervezeteket szeretnék adóztatni, illetve illetékkel sújtani. Ez azért egy kicsikét paradoxonnak tartom, mint jogászember, hiszen mint a régi büntetőtörvénykönyvet, ha megnézzük, vagy akár a mostanit nézzük, ezt a fajta tevékenységet mindegyik jogszabály úgy említi, úgy nevesíti, hogy embercsempészet, és ezt egy normál államban nem adóztatni szokták, hanem ugye büntetni. És ezúton szeretném én felkérni a választókerület jelenlegi országgyűlési képviselőt, Manninger Jenő képviselő urat, hogy legyen szíves segítsen nekünk, hiszen migránsokat keresünk. Kormánytagok ismerték el, hogy 2300 migránst fogadtak be Magyarországra, és a betelepítések jelenleg is non-stop zajlanak. Az önök kormánya 10 milliárdokat költött az országvédés népszerűsítésére, most lebuktak, és kénytelenek voltak elismerni, hogy 3 éven keresztül hazudtak az embereknek. A gazdag migránsokból több milliárd forint vándorolt önökhöz köthető offshore cégekhez, a migráció ügyét pedig politikai célokra használták, és jelenleg is használják fel. Minden kormány kampányüzenetüket arra alapozták, hogy megvédik az országot, és nem engedik be a migránsokat. Ez most megdőlt. Becsapták még a saját szavazóikat is, amikor harcot hirdettek Brüsszel ellen, amikor saját magukat a haza megmentőiként tüntették fel, mondván, hogy a Fidesz egyetlen bevándorlót sem fogad be. Ezzel szemben mi a valóság? Az, hogy titokban 3 év alatt 2300 bevándorlót telepítettek hazánk földjére, ami közel kétszerese annak a kvótának, amely ellen szóban harcot hirdettek. Talán az ünnepekkor azért kellett megerősíteni a forgalmasabb helyek védelmét, mert számítottak a betelepített migránsok általi terrortámadásokra? Tisztelt képviselő úr! Kérem, adjon tájékoztatást pontosan hol, hány és milyen országból származó migráns került elhelyezésre a választókerületünkben. És személyesen ő mit tesz azért, hogy a településeinkre a kormány ne telepítsen migránsokat? Kérem, adjon tájékoztatást továbbá arról, hogy a választókerületünkben kell-e félnünk migránsokkal érkező terroristáktól. Hajlandó-e nyilvánosan bocsánatot kérni választókerületünk lakosságától, amiért politikai érdektől vezérelve a kormány és egyúttal ön 3 éven keresztül folyamatosan hazudott a migráció ügyében. Emlékszik még 2017 őszére, amikor a választókerületben Zalavár, Esztergály horváti településekre egy civil szervezet oltalmazó státuszú migránsokat vitt volna üdültetni? Ön már akkor is tudta, hogy ezek az emberek régen itt vannak közöttünk. Ők azok, az oltalmazó státuszú menekültek, akikről a főcímek így szólnak,
Oltalmazott afgán verekedő, zendülés után oltalmazott státusz, szemérmet sértett, majd lopott a szomáliai, késsel fenyegetőzött pénztárcát lopott. Az embercsempész főnök és a lista még közel sem véges. Képviselő úr, a fentiek ismeretében sokan kíváncsian várják az ön válaszát ezekben a kérdésekben.